van olyan félreértés, hogy van a sátán, és van az Isten, és ez az a öröki kettő egyenlő erő, ami harcol egymás ellen, és Isten nem tudja legyőzni a sátán, sátán nem tudja legyőzni az Istent. Nem, nem így van, hanem létezik a sátán, mondjuk a démon. A, ugyanaz a lélek, a, mint mi vagyunk ugyanilyen, hogyha túl sok bűnös tettekbe bonyolodik bele, akkor egyre drasztikusabb a vágyaik lesznek, egyre agresszívabb lesz, és úgy mondja Bhagavad Gita, hogy a démon természetnél vesz menedéket. És akkor ő tölti szerepet, hogy sátány vagy démon, aztán, valamikor ő is öröki fog tartani, valamikor ő meg fog kapni visszahatást, és ez a visszahatás, ez a karma által szenvedés, meg fog tisztítani, és valamelyik életbe nem rögtön, de ő is tud szent szenti válni. Szóval nincsen olyan, ami mondjuk egy teheristennek mondjuk van egy sátán, ami teheristenek. Sátán ez nekünk teher, egyszerű földön járó embereknek, mert nagyon zaklat, agresszív, kihasználja, és így tovább, de ugyanolyan lélekből lett ő is. Azt jelenti, hogy Istennek ez egy nem egyenletség, egyáltalán nem egy nehézség.